Köszöntöm nézőinket! Önök a Stúdió KB december 18-ai adását látják, melyben elsőként ismertetjük a Városi Nagykarácsony színes programjait. Múlt héten tartotta soros ülését a képviselőtestület, a meghozott döntésekről Ottó Péter polgármestert kérdeztük. Elkészült a kerékpárút, melyet a tervek szerint hivatalosan januárban adnak át. Tudósításunkat követően beszámolunk a Vöröskereszt és a Caritas karácsonyi adományosztásáról. Két zirci sportember is elismerésben részesült a megyei sportdíj átadógálán. Az összefoglaló után Nagy Tibor testnevelő tanár hívja fel a figyelmet az MKB Veszprém kézilabda csapatának toborzójára. A sportnál maradva ellátogatunk a múlt szombati triál bemutatóra, majd levetítjük a Ma mint ti színjátszó csoport karácsonyi előadását, és összefoglaljuk a 18. gyermekkarácsony eseményeit. A harmadik adventi gyertyagyújtás után bekukkantunk Pitti Katalin operaestjére, a karácsonyi hangulatban telt ringató foglalkozásra és az idősek klubja ünnepi délutánjára. Idén is műsorral kedveskedtek családjuknak a Segítőkezek háza fiataljai, az összeállítást követően a zeneiskola zenetanárainak koncertjén rögzített felvétellel búcsúzunk. Jó szórakozást kívánunk! Felhívjuk nézőink figyelmét a most szombati Városi Nagykarácsony színes programjaira, melynek szervezői szeretettel várnak mindenkit. 15 órától apátsági díszudvari forgataggal kezdődnek az ünnepre hangoló események, ahol karácsonyi süteményeket, kürtös kalácsot, forró teát és forralt bort kóstolhatunk, majd 16 órától a hittanos gyerekek lépnek fel a bazilikában. Őket követi Dávid Roland zenés szabadtéri fellépése 17 órától a Diák Fórumnál. A programot Sisak Dániel tűzzsonglőr látványsója színesíti. A műsor után meggyúlnak a fények a város óriás koszorújának 4. adventi gyertyáján. Az ünnepi gondolatokat Dékány Árpád Szixtusz főapát tolmácsolja. A Szent Mise után is várunk vissza mindenkit a Bakony hangja színjátszó csoport színdarabjára, akik ezúttal az ünnepre rímelve Vas Albert, Magyar karácsony az égben című darabját adják elő a bazilikában. A rendezvény ideje alatt karácsonyi kézműves vásár várja igényes portékáival a látogatókat az országzászló előtti téren. Közreműködő partnereinknek ezúton mond köszönetet a rendezvényt szervező Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. Ez évi utolsó ülését tartotta a képviselőtestület. Tisztelettel köszöntöm az Ilyeszvárosi Önkormányzat képviselőtestületének decemberi ülésén megjelent kedves érdeklődőket, helyi televízió nézőit és természetesen a képviselőtestület tagjait. Az elmúlt héten csütörtökön tartotta talán ez évi utolsó rendesülését Zirtváros önkormányzatának képviselőtestülete, amely ülés személyüggyel kezdődött, majd pedig rendeletalkotásokkal folytatódott. A rendeletalkotások sorában elsőként az intézményi térítési díjakat vizsgálták felül, és ehhez kapcsolódóan kérdezném akkor, hogy ebben milyen változások vannak, illetve ezek együtt a vendégétkeztetés díjai is változtak. Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Valóban az elmúlt héten tartott a munkaterv szerint utolsó képviselőtestületi ülését a önkormányzat. Bízom benne, hogy egyébként rendkívüli testületi ülés tartására sem lesz már szükség ebben az évben. A intézményi térítési díjakkal kapcsolatban jelentős változás nem történt az ez évben alkalmazott díjakhoz képest.
a középiskolások esetében van a reggeli és az ebéd esetében egy plusz 4, illetve -4 forintos változás. A vendégétkezők tekintetében pedig szintén pár forintos nagyságrendű a változás, ami elsősorban itt a korábbi időszak tapasztalatai alapján élelmezés vezető által megfogalmazott javaslatokat tartalmazza. Ezt követően a helyi építési szabályzatról szóló rendeletet, illetve a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendeletet módosították. Milyen módosításokat kellett eszközölni? Igen, a helyi építési szabályzat rendezési terv módosítása az iparterületen érint két helyről egy számot. Gyakorlatilag az ingatlan tulajdonosai kezdeményezték az önkormányzatnál, hogy a jobb hasznosíthatóság érdekében GIP 2-es övezetből GIP 1-esbe kerüljön át. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a legkisebb építhető telek méret 10.000 négyzetméterről 3.000 négyzetméterre csökkent le. Ennek a folyamatnak gyakorlatilag az zárásaként fogadta el a rendeletmódosítást a önkormányzat. Ugye ez egy hosszas eljárás eredményeképpen születhetett meg a főépítésznek a záró támogató véleményének a készhezvételét követően. A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendeletünk módosítása is igazából technikai jellegű volt, tehát bérleti változás nem tartalmaz. Itt a rendelet alkalmazása során tapasztaltak alapján volt szükség egyes kérdésekbe kisebb módosításokra, illetőleg a polgármester és a pénzügyi bizottság hatáskörébe került a bérleti díj elmaradásokkal kapcsolatos azoknak a rendezése tárgyában hozandó döntéseknek a meghozatala. Itt értékhatártól függően, hogyha ez 500 000 forint alatti, akkor polgármester hatáskörében van, hogyha 1 millió forint alatti, akkor a pénzügyi ellenőrző bizottság hatáskörében. A határozati javaslatot tartalmazó döntést igénylő ügyek sorában a 2016. évi első félévi munkatervet, illetve a belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról tárgyaltak. Így van, gyakorlatilag mind a két feladat aktuális ilyenkor évvégéhez közeledve, hiszen a képviselőtestület, ahogy a riport elején is elhangzott, munkaterv szerinti üléseket tart, és rendkívüli testület üléseket tart. A munkaterv szerinti üléseknek az időpontját és a javasolt napi rendeket a képviselőtestület a következő fél év megkezdése előtt elfogadja. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy más napi rendeket nem lehet megtárgyalni, de ezeket meg kell tárgyalni, amit elfogadtunk. A belső ellenőrzési terv szintén a következő évre vonatkozóan határozza meg azokat a feladatokat, amelyek alapesetben a belső ellenőrnek el kell végeznie. Ugyan zárt ülésen tárgyalták, de sorban a bankszámla szerződés felülvizsgálatára is sor került. Így van, úgy döntött a képviselőtestület, hogy a számlavezető pénzintézet tehát illetőleg annak a feladatát megversenyezteti. Beérkezett ajánlatok alapján egyébként maradunk a jelenlegi számlavezetőnknél, a Zirci Takarék Szövetkezet jogutódjánál, a B3 Takarék Szövetkezetnél. Ezen a testületi ülésen is döntöttek tiszteletdíjak lemondásáról. Kik voltak azok, akik lemondtak, és mely szervezetek javára? Igen, külsős bizottsági tagok mondtak le tiszteletdíjukkal. 56-56 ezer forint értékben Sztana Éva és Boros Dénes, az Erdélyi Baráti Kör Egyesület javára, illetve a Dudagi Nyugdíjasok Szociális Támogatási Alapítványának javára. Tárgyalták Zircváros sportkoncepcióját is, elfogadták? Igen, második alkalommal került elénk ez az előterjesztés. Első olvasatban megtárgyalta a képviselőtestület talán egy-két hónappal ezelőtt. Akkor olyan döntés született, hogy próbáljuk társadalmasítani ezt a fejlesztési koncepciót, és ennek következtében az ilyet szemműködő sport egyesületek, szervezetek számára megküldtük, illetve a város honlapján is elérhető volt. A véleményezési folyamat során túl sok javaslat egyébként nem érkezett, bízom benne, hogy azért, mert annyira jó koncepciót sikerült a hivatal munkatársának megalkotnia, hogy az már túl sok mindent nem lehetett hozzátenni, hogy a képviselőtestület elfogadta ezt a koncepciót.
Ugyancsak szinte egy koncepcióról van szó, a Reguliantal Múzeum és Népművészeti Alkotóház közép- és hosszú távi fejlesztési tervéről. Igen, az előterjesztés valóban ezt a címet viselte, ugyanakkor itt a bizottsági ülések során az ott elhangzott javaslatokat figyelembe véve intézményvezető asszony módosította az előterjesztést, és tekintettel arra, hogy a hosszú távú elképzelések között szereplő javaslatokat, bizottsági véleményeket figyelembe véve áttette a középtávú feladatok közé. Így középtávú tervről beszélünk, ami gyakorlatilag egy 5 éves időintervallumot fed le. Elsősorban az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatokhoz kapcsolódó célokat, annak az infrastruktúrális feltételének a megvalósítását tűzte ki ebben célul. Illetőleg bekerült az anyagba az agrárműszaki emlékek gyűjteményének esetleges elhelyezési lehetőségének kérdéseinek a megvitatása is, vagy vizsgálata is. A Békefi Antal Városi Könyvtár Művelődési Ház és Stúdió KB fenntartói nyilatkozatának jóváhagyásáról is szó volt. Miről szól ez a nyilatkozat? Ez egy kötelező nyilatkozat, amelyet a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárak fenntartóinak rendelkezésre kell bocsájtania. Ez olyan kötelezettségeket tartalmaz, amelyek egyébként a könyvtári feladatellátásnak a fenntartása, folyamatos fenntartása, a szükséges feltételek biztosításáról szól, az akadálymentes megközelítésről szól, és több olyan pont, ami gyakorlatilag úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára bizonyos szempontból magától értetődő, és nem is volt kérdés az, hogy ezt a fenntartói nyilatkozatot a képviselőtestület elfogadja. Visszatérő téma a tanúszoda üzemeltetése. Milyen döntést hoztak, működhet-e tovább, lesz-e költségvetése jövőre a tanúszodának? Az előterjesztés elkészítésére azért került sor, mert a ez évi szerződésben, amit a Városüzemeltetési Gazdasági Társaságunkkal kötöttünk, a tanúszodának a működtetése az úgy szól, vagy úgy szerepel, hogy 2015. december 31-ig biztosítja feladatellátáshoz szükséges forrást az önkormányzat. A Városüzemeltetési Gazdasági Társasággal majd januárban fogjuk megalkotni, és bízom benne, hogy közösen elfogadni a következő évre szóló szerződést. Azért, hogy itt az átmeneti időszakban se legyen kérdés a tanúszodának a működése, az ahhoz szükséges forrásokat szükséges biztosítani. Erre egyébként a tanúszoda gazdálkodásának megtakarításaiból, illetőleg ez évi eredménye alapján a fedezet az rendelkezésre áll, tehát ezt plusz forrás nem kell biztosítania az önkormányzatnak, illetőleg pénzügyi bizottság javaslatának megfelelően a képviselőtestület elfogadta azt is, hogy 2016 évre is biztosítja költségvetésben a tanúszoda működtetés fedezetét az önkormányzat. A tél közeletével mindig szóba kerülnek a hajléktalanok, illetve a hajléktalan ellátása, mit tud kezdeni a város. Évek óta szerződést kötnek a Magyar Vöröskereszt területi szervezetével. Most milyen szerződést születik? Gyakorlatilag a tavalyi évben megkötött szerződéssel megegyező tartalmú szerződéstervezet került a képviselőtestület elé, amit előzetesen egyeztettünk Vöröskereszt megyei igazgatójával, és számukra elfogadható. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy a Vöröskereszt várpalotai intézményében a szabad kapacitás terhére természetesen fogadják Zirc és térségéből is esetlegesen rászorulókat ellátásra, de abban az esetben is biztosítanak Zirc-ra legfeljebb 2 fő elhelyezési lehetőségét, hogyha esetlegesen telt ház van az intézményben. Ebben az esetben van egyébként az önkormányzatnak díjtérítési kötelezettsége, amely egy főre vetítve havi 10.500 forintos díjat jelent. Hozzá kell tennem azt is, hogy az elmúlt évben meglévő szerződés ellenére nem volt ellátott a várpalotai intézményben, legalábbis nem tudunk róla, hogy ennek a szerződésnek a keretében lett volna. Az Zirc-Akliban található önkormányzati ingatlanokra kötött bérmunkaszerződést hosszabbítottak meg. Ez kivel történt ez a szerződés hosszabbítás?
Elég régóta működünk együtt a Bakony-Argó és a Bakony-Hali Kft-kkel. Gyakorlatilag a korábbi szerződésnek újabb egy évvel történő meghosszabbításáról szól a történet. Kardos réten egy vízelvezető árok medelrendezési munkáiról is döntöttek. Ez területileg hol van, helyileg ez hol található, és ki nyerte a munkát? Hogyha az IESZ felől beérkezünk Kardosrétre, akkor egyből a városkész elején jobbkész felől lévő ingatlanokat veszélyezteti nagy eső esetén a csapadékvizelvezetésnek a problémája. Ez a víz, ez Nagy Esztergár irányából zúdul rá gyakorlatilag a település részre. 300 méter hosszban kell az önkormányzat tulajdonában lévő árkot, hogyha úgy tetszik, akkor jó karba helyezni, hogy szabályozott lefolyást biztosítsunk a csapadékvíznek, és ott ingatlanokat ne veszélyeztessen az elöntés. A munkát a Hanigép Kft. Fogja elvégezni 1.190.000 forint plusz áfadíja. Döntöttek arról is, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca 9 szám alatt található idősek klubjának a fűtését korszerűsítik, felújítják, hiszen ott évek óta ez problémát okoz. Igen, úgy gondolom, hogy elég régi probléma, amin egyébként mindig is próbáltunk apróbb beavatkozásokkal segíteni. Talán ilyen jellegű és ilyen mértékű módosításra, amire most készülünk, nem került sor az elmúlt évek során. Ennek a munkának a költsége 620.000 forintot tesz ki, és a Bakos BT fogja elvégezni a munkát által benyújtott ajánlat alapján. A következőkben két ingatlan bérletével kapcsolatosan hoztak döntéseket. Sikerült-e megállapodásra jutni? Igen, gyakorlatilag egy IESZ belterületi ingatlan az előterjesztés, vagy az egyik előterjesztésnek a tárgya, az a szomszédos területen működő vállalkozás kérte, hogy bérbe venne 230 négyzetmétert az ingatlanból. Az önkormányzat itt a fejlesztési elképzelésekkel való hivatkozása nem támogatta ennek a bérleti szerződésnek a létrejöttét. A másik kérdés egy külterületi önkormányzati tulajdoni ingatlanról szól, ahol egy hosszú távú bérleti szerződés megkötését javasolja a területnek a használója. Elnézést kérek. Itt képviselőtestület úgy döntött, hogy a napirendnek a tárgyalását gyakorlatilag felfüggeszti annak érdekében, hogy további egyeztetéseket folytassunk le a bérleti jogviszony kezdeményezőjével. Itt elsősorban a bérlet futam idejéről van szó. Kérelembe 20 éves időtartam szerepelt, ami elég hosszúnak tűnik a képviselőtestület meglátása alapján. Ennek következtében a területnek később során, hogy esetlegesen városi célból szükséges a használata, akkor kérdés az, hogy hogyan lehet egy ilyen szerződéses helyzetet megfelelő módon kezelni, úgyhogy igazából a bérlőnek és a bérbeadónak is ez megfelelő legyen. Az egyéb döntést igénylő ügyek sorában három témát is tárgyaltak. Elsőként a menetrend szerinti helyjárati autóbusz menetjegyeiről szólt a tájékoztatás, illetve a döntés. Igen, ez is egy szokásos évvégi előterjesztés, amikor a piaci folyamatok, személyi jellegű ráfordítások, üzemanyagár és egyéb a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó költségek változásának figyelembevételével szolgáltató megfogalmaz a következő évre vonatkozó díjjavaslatait. A szolgáltató azt javasolta, hogy maradjanak meg a már 2014 óta változatlan tarifák, tehát következő évre sem lesz változás a helyi járat menetdíjaiban. Ebben az évben elindítottunk egy hármas számú járatot szeptember 1-től. Ez a Bedekó könnyebb elérhetőségét teszi lehetővé a városközpontból. A ottani tapasztalatok alapján, bérletvásárlások tapasztalatai alapján úgy döntött a képviselőtestület, hogy ezt a járatot a jövőben is fenntartja, tehát 2016-ban is működni fog ez a járat. Harmadrészt pedig a szolgáltató társaság egységes
pótdíjaira való törekvés érdekében fogalmazott meg egy javaslatot, ami a szerződésnek a mellékletét módosítja, és más területeken végzett szolgáltatásokkal hozza gyakorlatilag összhangba. A következőkben Zirc Akli város üzemeltetéssel kapcsolatos problémáinak részleges megoldásáról tárgyaltak. Így van, Akli városrészben ügyrendi bizottság tartott kihelyezett ülést, ahol a ott jelenlévő állampolgárok részéről fogalmazódott meg több olyan javaslat, ami gyakorlatilag az előterjesztésnek az alapját képezte. Itt többek között a Körös utcába csapadékvíz elvezetésnek a kérdése, egy beszakadt járdának a problémája, illetőleg a városrészben található temetőnek a megközelítésének a javítása. Ezekre kért be ajánlatot a hivatal, és ezen munkanemek keretében született döntés azok megrendeléséről összességében bruttó 3,5 millió forint értékben. A következő egy nagyon hosszú című napirend volt, ez az Zirc térségi kerékpárút és lovas turista útvonalak tanulmány tervéről szólt. Ennek a megvalósításához kértek be javaslatokat. Gyakorlatilag a folyamat az már mondhatjuk azt, hogy hónapokkal ezelőtt elindult. Tanácsnokul kezdeményezett tárgyalásokat a térségben működő turisztikai szolgáltatókkal, erdőgazdálkodókkal, vadásztársasággal, termelőszövetkezettel, területtulajdonosokkal, a turizmus fejlesztésében érdekelt szervezetekkel, amelynek az a célja, hogy lovas, kerékpáros, illetve gyalogos túraútvonalak kerüljenek kijelölésre itt a térségünkbe, turisztikai szolgáltatókat, hogyha úgy tetszik, akkor egy útvonal mentén felfűzve. Az útvonal egyébként Tündér, Szarvaskút, Eplény, Olaszfalú, majd vissza Zirce, körülbelül ezt a területet érinti. Jelen pillanatban olyan 15 kilométeres hosszú kerékpárútról beszéltünk. A lovas túraútvonalnak a nyomvonala az még képlékeny. A lényeg az, hogy a képviselőtestület azért foglalkozott a témával, mert eljutott az előkészítés arra a szintre, amikor célszerű lenne már a projekt megvalósításában együttműködőket egy közös társaságba szervezni. Ez egy együttműködés vagy egy konzorcium megállapodás alapján történhet meg, illetőleg szakembereket bíznánk meg ennek az egész feladatnak a koordinálásával, tervezési feladatok elvégzésével, tulajdonosokkal való egyeztetések lefolytatására. Gyakorlatilag a képviselőtestület erről döntött, felhatalmazta a jegyzőt és a polgármestert a megállapodás tervezet elkészítésére, tanácsnokulat, illetve a polgármestert itt a tulajdonosokkal és az érdekeltekkel történő egyeztetések lefolytatására. A napirendek végén konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztéseket, tájékoztatókat tárgyaltak, hallgattak meg. Itt többek között a Burza Hungarikáról szóló tájékoztatást, illetve a lakossági zöld hulladék begyűjtéséről, ami egy teljesen új dolog volt az idén Zircen. Igen, itt a képviselőtestületnek az volt a szándék, hogy próbáljuk a környezetünket azáltal is védeni, hogy a lakosság számára biztosítsunk a hulladék égetésen túl egy olyan lehetőséget, amely talán környezetbarátabb módon kezeli a kertekben, ingatlanokon keletkező zöld hulladékot. Helyi szolgáltató bevonásával terveztük meg és bonyolítottuk le gyakorlatilag ezt az akciót. Előzetes várakozásokon felül mennyiség gyűlt össze, és azt lehet mondani, hogy a megszólított háztartások jelentős száma ebben partner volt. Összességében 2300 darab 110 literes műanyag zsákot osztottunk ki, illetőleg lehetett megvásárolni a ingyenesen biztosított két darabon felül. Összességében pedig 16-17 tonna volt az a zöld hulladék mennyiség, amit a szolgáltató négy fordulóval tudott elszállítani Balatonfüredre a komposztáló telepre.
Akkor sikeres volt ez az akciós Abszolút sikeres volt, és ezután is köszönetemet fejezem ki a város lakó irányába, hogy ebbe partnerek voltak ennek a megvalósításában. Ez mindenféleképpen úgy gondolom egy jó alapot jelent a további hasonló jellegű akciók meghirdetésére, hozzátéve egyébként azokat a tapasztalatokat is, amelyeket most szereztünk. Ezek közül több olyan észrevétel volt, amit úgy gondolom, hogy jövőben lehet, hogy egy picit másképpen kell majd megvalósítanunk, tehát picit hosszabb időt hagyni a felkészülésre, a zsákok beszerzése és a hulladék kihelyezése közötti időpont helyes megtalálására, a zsákok átvételi lehetőségére, ugye most elsősorban délelőtt volt erre lehetőség, és van én úgy gondolom, hogy több olyan dolog, amit jövőben figyelembe fogunk venni hasonló akciók meghirdetésénél. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, és engedjék meg, hogy megragadjam így a lehetőséget évvégéhez közeledve, hogy a város és a térség lakóinak szeretettel teljes áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánjak, és a előttünk álló új évre legalább ugyanezt. Hozzá még mindenkinek nagyon jó egészséget és nagyon sok sikert, mind a hivatásában, munkájában, mind a család életében. Köszönöm szépen! Zircvárosi önkormányzat 106.441.010 forint 100% intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el a kerékpárút hálózat fejlesztése című pályázati kiíráson a 82-es számú főutat kiváltó kerékpárút építésére és kapcsolódó kommunális gépek beszerzésére. A projekt fő célja az volt, hogy Zircvároson belül a nagyforgalmú főutat kiváltó kerékpárút épülhessen, mely lehetővé teszi a biztonságos kerékpáros közlekedést. A projekt keretében 1 kilométer kétirányú kerékpárút épült meg. 2012-2013-ban megtervezésre került egy körülbelül 1 kilométer összhosszúságú, több egymással összefüggő szakaszból álló, vegyes forgalmú kerékpáros és gyalogos közlekedésre alkalmas úthálózat, mely a Városközpont és a Szakképzőiskola, illetve a Személyszállítási Logisztikai Központ között teremt biztonságos kapcsolatot, elkerülve a 82-es útforgalmát. Ezen a területen korábban sem gyalogos, sem kerékpáros közlekedésre alkalmas út nem volt. A beruházás 2015 őszén megvalósult, a műszaki átadást követően várhatóan 2016 januárjában a létesítmény forgalomba helyezve átadásra kerül a helyi és környékbeli lakosságnak, használóknak. A projekt részeként a kiépült kerékpárút karbantartásához szükséges kommunális eszközöket is beszerezte a város, traktort és adaptereit vásároltak, melyekkel megfelelőképpen elvégezhető a karbantartás. A beruházáshoz kapcsolódóan az önkormányzat már saját forrásból egyéb terveket is elkészített, melynek megvalósulásához a városrész, továbbá a Cuhavölgye, mint turisztikai célpont, távolabb tekintve pedig Győr felé is lehetővé válik a kerékpáros közlekedés. A rászorulók karácsonyát próbálja szebbé tenni a Vöröskereszt által összeállított ajándékcsomag. A Vöröskereszt területi szervezete, mint minden évben az idén is, megszervezte karácsonyi adománygyűjtő akcióját. Róka, mióta készültök erre a programra, kiktől kaptatok támogatást, milyen szervezeteket kerestetek meg, hogy sikeres legyen? Bő egy hónappal ezelőtt elkezdtük a munkálatokat, hiszen sok-sok feladat vár ilyenkor ránk, addig, hogy itt ilyen szépen összeálljon a sok-sok csomag, amellyel kedveskedni szeretnénk az érci rászorulóknak. Két nagyon nagy támogatónak szeretnénk köszönetet mondani a támogatottak nevében, az Írc város önkormányzatának és az önkormányzati testületnek, aki ebben az évben is egy jelentős összeggel támogatta, 200 000 forint értékű támogatást kaptunk a karácsonyi szeretet akció lebonyolításához, tovább ebben az évben, a harmadik évben az anonim adományozó 500 000 forinttal támogatta meg a nagy családosokat. Tehát ez a két legnagyobb támogató, akinek a csomagjainak a kiosztása a mai napon fog történni, és igyekszünk ezzel szebbé tenni azoknak az embereknek a karácsonyát,
akik nehezebb körülmények között élnek. Itt, ha oldalra nézek, akkor azt látom, hogy nagyon sok csomag van, nem is tudom, ránézése több tíz. Igen. Az anonim adományozó 70 családnak tudott ebből az összeg, vagy tudtunk ebből az összegből összeállítani csomagot. Az önkormányzatnak is közel ennyi az a család, akik részesülhetnek az ő csomagjaikban, illetve hát az ő szeretett akcióban, az ő adományukban. Mi az, amit beleraktatok egy-egy csomagba? Mit tartalmaznak ezek a csomagok? Hát minden csomag tartalmaz tartós élelmiszert. Igyekeztünk édességet beletenni, hogy nyilván sok helyen azért gyerekekről, nagy családokról beszélünk. Természetesen tettünk bele tisztálkodószereket is, és teát. Igen, tehát, hogy a felnőttek is részesüljenek, gyerekek is részesüljenek ebben az örömben, tehát ha két szóval kell megfogalmazni, tartós élelem, édesség a karácsonyfa alá, és tisztálkodószerek. Hogyan válogattátok, választottátok ki, hogy kik azok, akik hozzájuthatnak ehhez az adományhoz? Az önkormányzatnak ebben az évben, és nagyon köszönjük ezt az ötletet, az volt a felvetésük, hogy a karitatív szervezetek, illetve minden olyan szervezet, akinek rálátása van arra, hogy kik azok a családok, akik rászorulnak a támogatásra. Ez egy olyan team munka volt, ahol valóban sokan dolgoztunk össze ahhoz, hogy ne legyen az, mint sok éven keresztül, hogy sokan sok helyről kapják az adományokat. Így ők segítségével, tehát is más szervezetek segítségével került kiválogatásra ez az 50, illetve 70 adományozott. Tehát most akkor elmondható, hogy tulajdonképpen jóval többen juthatnak hozzá az adományhoz a különböző szervezetek által, mint a korábbi években. Elképzelhető, igen. Nyilván nekünk nincs annyira rátekintésünk, hogy más szervezetek honnan kaphatják, vagy mi az ő válogatási elképzelésük. Mi arra törekedtünk, hogy így, ha együtt dolgozunk, akkor talán mi azoknak adjunk, akik esetleg a más szervezeteknél nem, vagy illetve más szervezetek is támogatják, hogy igen, ők mindenképpen kapjanak, hiszen azért erre komoly rálátással kell bírni a különböző szervezeteknek, hogy kik azok a családok, akik valóban mindenképpen rászorulnak arra, hogy a karácsonyi szeretet akcióban részt vehessenek. Itt a környezetet nagyon szépen földíszítettétek, megcsináltátok. Meghívtatok mindenkit ide? Amire gondolsz? Hát akik az adományt kapják. Igyekeztünk, igen, természetesen összeállítottuk akkor a listát, illetve az önkormányzati listáját, és akkor ezeket a meghívókat kiküldtük, tehát gyakorlatilag mindenki tudja, hogy ma 11 órától este 6 óráig van lehetőség ezeket a csomagokat átvenni, és nyilván a szokások az voltak, ha valaki valamilyen oknál fogva nem tudja a mai napon átvenni, akkor ő még jöhet, itt bekopogtathat az ajtón, és azért itt leszünk még, tehát van lehetőség átvenni bárkinek ezeket, akik a névsoron rajta vannak, ezeket a csomagokat. Milyen érzéssel tölt el benneteket ez a segítségnyújtás? Nagyon jó érzéssel tölt el bennünket, szinte van napok óta szárnyalunk, és ahogy összeállt a kép, hogy most már aztán úgy minden szépen megvan, tegnap csomagoltuk az adományokat, már az is egy nagyon jó érzés volt, és annyira boldogok voltunk, összeülelkeztünk itt a Vöröskeresztnek a segítőjével, és nagyon hálásak vagyunk, és szinte a könny is kipottyant a szemünkből, hogy tehetünk valamit azért, hogy az a sok-sok ember, akinek kicsit kevés jut a karácsonyi asztalára, annak igyekezünk megszépíteni az ünnepét. És köszönjük nagyon hálásan az adományozóknak, a Zircváros önkormányzatának, illetve az önkormányzati testületnek, hát nyilván az anonim adományozónak, így név nélkül köszönjük, hogy ennyire hatalmas nagy szeretettel és ilyen nagyon nagy odafigyeléssel vannak ők is azok iránt, az emberek iránt, akiknek nagy igyekszünk örömet szerezni ezzel a mai napunkkal. A csomagért érkezőket meleg teával és a Piller Pékség által felajánlott péksüteménnyel kínálták meg a Vöröskereszt önkéntesei. A rászoruló családokat támogatja az Árpádházi Szent Erzsébet katolikus karitás csoportja.
Magdi, valamikor iskolakezdés tájéken szeptemberben beszélgettünk utoljára a Katolikus Karitás Szent Erzsébet csoportjának a helyi működéséről, tevékenységéről. Az azóta eltelt időben is dolgoztatok rendesen, hiszen, ha jól tudom, akkor az önkormányzat által kiírt civil pályázaton is nyertetek egy összeget, amit mire fordítottatok? Na, ennek nagyon örültünk, hogy nyertünk, és az összegből négy család és négy egyedülállónak összesen 72 mázsa fát tudtunk adni. Ezt október-november hónapban, tehát még a tüzelési idény megkezdésekor sikerült ki is szállítani. November vége fele viszont egy jótékonysági koncertet szerveztetek szinte már hagyományként az Apátság Gobelin termébe, ahol szipszámú közönség, és nagyon kellemes megindító műsorban lehetett része annak, aki részt vett rajta. Ezt milyen, ennek a bevételét milyen célra használjátok, és tulajdonképpen mennyi bevétel származott ebből? Hát több mint 100 meghívót vittek ki a Karitás munkatársak a városba, és nagyon örültünk, hogy sokan éltek is ezzel a lehetőséggel, és megtiszteltek bennünket, és valóban úgy gondolom, hogy akik eljöttek, nagyon szép műsorban lehetett részük, és hát ezért nagyon köszönjük a fellépőknek is azt az önkéntes segítő munkát és azt a hihetetlen elszántságot, amivel készültek erre, és volt, aki ugye Pestről jött le, és én szeretném nekik is megköszönni, és szeretném azoknak is még egyszer megköszönni, akik megtisztelték a délutánunkat, és az adományokat nagyon-nagyon köszönjük, mindösszesen azon az estén 122.500 forint jött össze, és a következő hét napjaiban is még további adományokat is kaptunk, akik ugyan nem tudtak eljönni a délutánra, de adományukkal segítették azt a nemes célt. Ugye egyrészről a karácsonyi csomagok tartalmához használtunk fel összeget, de legfőképpen a téli tüzelőre. Tehát már most vannak nagyon sokan, akik szeretnének kapni, és hát mérlegelnünk kell, hogy igazából kik is azok a legrászorultabbak, akikre tudjuk költeni ezt az összeget. Most viszont itt vagyunk már szinte egy héttel karácsony előtt, amikor ugyancsak szokásotokhoz híven egy-egy ajándékcsomaggal lepitek meg a nagycsaládosokat, egyedül élőket, akiket úgy ítélitek, hogy a legjobban rászorulnak. Mit tartalmaz a csomag? Mintegy 70 csomagot készítettünk, ebből 50 csomag családosoké, 108 gyermekkel. Nagyon tartalmas a csomag. Liszt, cukor, olaj, kakaó, csokoládé, szaloncukor, fogkefe, fogkrém, tészta, konzerv, a mosópor, az öblítőszer, a tusfürdő, a sampon. Még biztos van egy pár dolog, nagyon-nagyon tartalmas ez a csomag, és tulajdonképpen, hogy ilyen tartalmas csomagot készíthettünk, ez nagyban köszönhető egy anonim adalkozónak, aki nagyban hozzájárult, hogy ilyen tartalmas csomagot állítottunk össze, amiért hálás köszönet neki. És nagyon köszönjük a lakosságnak is a támogatását, mert nem csak pénzbeli adományok vannak, hát ugye azért az úgy elvétve, de az is van, hanem természetben is. Tehát az, hogy cipőt, ruhát, könyvet, konyhai eszközt kapunk egész évbe, és amit szeretnék megemlíteni, és tavaly volt először, az idén is a hittanos gyerekek gyűjtöttek. A gyerekek gyerekeknek gyűjtöttek, és ez nagyon jól működik. Nagyon sok játék, ruhanemű is összegyűlt, és ez most az idén is úgy volt, hogy a hittanos csoportból gyerekek megadtuk azoknak a rászoruló családok gyermekeinek a nevét, életkorát,
akiknek szántuk a csomagot, és ezek a hittanos gyerekek választották ki a gyerekeknek. Nagy öröm volt nekik, és én azt hiszem, hogy nem lehet elég korán kezdeni azt, hogy figyeljünk a rászorulókra. Mikor osztjátok a csomagot, hogy juthatnak hozzá? Ezt most a Karitás társaim is a napokban értesítik a rászorulókat, és szombaton, december 19-én 8 órától 10 óráig osztjuk a Karitás termében. Az értesítésem pontosan rajta van a cím és az időpont. Szeretném megköszönni, hogy egész évben támogattak bennünket, buzdítottak bennünket, hogy igen, erre szükség van, és ezt kell csinálni, és mi nagy lelkesedéssel vállaljuk, és csináljuk ezt a szép feladatot, és egyúttal szeretnék Zirc lakosainak a csoportunk nevébe áldott, boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánni. Két zirci sportember, Varjas József edző és Horváth Csaba testnevelő tanár is kitüntetésben részesült a megyei sportdíj átadó gálán. Az ünnepségen Polgárdi Imre, a Veszprém megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a vendégeket. A sport kitartásra, szorgalomra, önfeláldozásra, a gyors döntésképességre, tetrekészségre, összetartásra, tisztességre nevel, és a személyiséget is gazdagítja, hangsúlyozta beszédében. Elmondta, a Veszprém megyei Sportszövetség 1990-es megalakulása óta kiosztja a Veszprém megye legjobb sportolója díjat, összesen 10 kategóriában. Hozzátette, a díjátadó gálának évek óta része a szövetségi aktívák jutalmazása is, melynek keretében az egyes sportágak ismerik el a területükön ténykedő önkénteseket. Városunk sportja ünnepelhetett, hiszen ketten is kitüntetésben részesültek. A sportlövő aktívák között Varjas József, az MTTS területi klub Zirc elnöke, edzője, a testnevelők között Horváth Csaba, a Reguli Antal szakképzőiskola tanára vehette át a díjat a megyei közgyűlés elnökétől. A két zirci sportember nem tudott egymás kitüntetéséről a gálát megelőzően, ezért az öröm egy kis meglepetéssel is párosult, ami karácsony táján persze rendjén is van. A díjátadót követően nagy szeretettel köszöntötték egymást, és természetesen a kölcsönös gratuláció sem maradt el. Kézilabda palántákat keres az MKB Veszprém csapata. Hazánk legjobb kézilabda klubja egy utánpótlás bázist szeretne kialakítani Zircen is. Nagy Tibor testnevelő tanárt edzőt kérdezem arról, hogy hogyan merült fel az igény arra, hogy Zirc városából is toborozzanak ebbe a programba gyerekeket. Hát először is Zircnek nagy múltja van, mert a Gyurka János, az Áment, a Ciráki, ezek olyan nagy NBA-s játékos voltak, akik innen kerültek ki. Másrészt a egyik testnői kollega, aki gimnáziumban tanított, Attila, eszembe jött az eszem neve majd, az Ungvári Attila tanár úr volt az első edzője, azt hiszem az első építők csapatnak egyrészt, másrészt pedig itt volt még egy pár évvel ezelőtt egy működő megyebajnokságban szereplő csapat, akik ellené játszottam még 4-5 éve, és én nagyon sajnáltam, amikor ide kell jutni, ez a csapat nincs, és ezek úgy összevetve jutottak engem oda, elmentem a Veszprémhez, és megállapodtunk, hogy csinálunk egy ilyen csoportot, utánpótlás csapatot ide, aminek többféle hozadéka is lehet. Egyrészt visszaállhat a saját zirci csapatunk, mert ez a végcél, hogy legyen egy saját szakosztályunk, és akkor a szakosztály együttműködik majd a Veszprémmel. Ilyen módon az sem lehetetlen, hogy a Kézilabda Szövetség által finanszírozandó három terem, ami a megyébe elkészül, lehet. Előfordulhat, hogy az egyik ide kerül, és az óriási dolog lenne a városnak, mert hiszen tudjuk, hogy a város próbálkozik azzal, hogy legyen egy nagy termünk, de hát ahhoz nagyon sok pénz kell. Milyen korosztályt céloznának meg? Alapvetően a legkisebbekkel kezdenénk, az óvodásokkal, hogy legyen egy egészen mérőről, alulról induló rendszer, ami fölmenő rendszerbe hozza fel a gyerekeket.
és hát akarunk nagyobb türelmet tanúsítani, mint most a versenyvilágban van, hogy a később érő nagyobb gyerekek is beleférjenek majd a rendszerbe később egy picikével. Ön, mint szakember ilyen szempontból, kiknek javasolja, hogy jelentkezzenek ebbe az... Magának is. Minden gyerek alkalmas arra, hogy labdával játszva töltsön néhány órát egy héten, sőt kifejezetten kívánatos, mert rendkívül sok képességét fejleszti, ami ma nagyon szükséges lehet, mert ugye ennyi diszlexiás, diszgráfiás, ennyi más viselkedésű gyerek még nem volt soha, és ez a sportmozgás ezeket is tudja kompenzálni. Hogyan épülne fel az utánpótlás programnak a tematikája, vagy van-e egyáltalán valamilyen tematika, vagy ami alapján az edzések fölépülnek, ezt hogy kell elképzelni? Van ugye egy koncepciója a szövetségnek, és annak egy részét képezi a konkrétan a mi egyesületünknek a utánpótlás koncepciója. A mi bázisunk is annak a koncepciónak az alapján, minden csapat azzal a koncepcióval dolgozik, és azokat az edzésterveket viszi alulról föl az első csapatig, hogy egységes legyen a képzés. Az a gyermek, aki jelentkezik ebbe az utánpótlás csapatba, távlatilag előtte milyen célok, ajtók tudnak megnyílni? Hát mindenek előtt egészségesebb lesz. Tud a közösségben teret nyerni, tagja lenni, erősödik, és az adottságaitól és az befektetett munkától függően akárhova eljuthat. Hát hiszen Zilc egyáltalán nem rosszabb helye Európának, mint mondjuk Párizs, vagy akár még német nagyváros, Flensburg, hogy a nagy neveket említsen. Tehát nekünk az a dolgunk itt, legalábbis én azt gondolom, hogy innen Zilcről ugyanazokat a lehetőséget meg kell tudnunk adni a gyerekeknek, hogy azzal az önbizalommal menjenek el, mint bárki Európában. A családra ró-e ez valamilyen terhet? Van ennek anyagi vonzata, hogyha a gyermek egy ilyen utánpótlás programban részt vesz? Jelen pillanatban nincs, semmilyen terhe nincsen. A szereléseket, a felszereléseket, labdát, termet, edzői díjat, mindent az egyesület fizet, és erre már meg is vannak a szerződésünk az általános iskolával, ugye a helyi intézményekkel, a polgármester támogatásával, és a szakképzővel is, aminek a központja most Pápában. Tehát élő szerződéseink vannak arra, hogy mikor, hogyan kapunk termet. Ön fogja tartani ugye ezeket az edzéseket? Hát egyrészt, mert reményeink szerint több csoport jön össze, de a város szerencsésen rendelkezik kiváló szakemberekkel, és többel is beszéltem már, akik be tudnak folyni a munkába. Hol kerülnek majd ezek az edzések megrendezésre, és milyen időközönként, milyen időpontokban lehet-e ezt már tudni? Az általános iskola időpontjai teljesen fixen megvannak, a szerződésben rögzített, azt most fejből nem tudom, azt hiszem hétfő és pénteki napok ezek a időt nem tudom, a szakképzőközpont időpontjait nem tudom még fejből, de azok is fixen szerződésben lesznek rögzítve, és miután januárban tudunk most már csak kezdeni, akkor arra mindenki fogja tudni pontosan, hogy kivel, mikor, hány órakor, meddig lesz az edzése. Itt vagyunk most az óvodában, ahol hamarosan sor kerül egy szülői értekezletre ezzel a programmal kapcsolatban. Viszont aki ma nem lehet itt, de szeretné, hogy a gyermeke csatlakozzon egy ilyen programba, az hol, hogyan, milyen úton, módon teheti ezt meg? Egyrészt fönntartjuk a hirdetésünket a városi elektronikus sajtókban, másrészt szándékaink szerint készítünk egy Facebook csoportot, most ez egy divatos dolog, de a gimnáziumi csoportjainknál is működik, és akkor ebbe a csoportba bárki bejelentkezhet, ott a felvételt nyert, onnan meg tudja az információkat, és rendszeresen tájékozódhat a dolgokról, de bármikor megkereshetnek személyesen engem is, akkor engem is. Itt dolgozom a gimnáziumban, és akkor tudunk bármikor fölvenni bárkit. Mikor indulnak az edzések? Január 4-én. Ugye 3-án kezdünk tanítani, azt hiszem 4-én, 5-én. Tehát azon az első héten elkezdjük, a pénteki nappal tudjuk elkezdeni az edzéseket. Kerékpáros és közlekedésbiztonsági napot szervezett önkormányzatunk, a programon részt vett Hegedűs László, sokszoros magyar bajnok, a Triál világranglista 10. helyezettje is.
amit látunk bemutatóban, az a kerékpár sportnak a mondjuk úgy, a magas iskolája, ők triál kerékpárosok, bike triálosoknak hívjuk őket. Egész különlegesen épített kerékpárokkal gyakorolnak, ahogy látjuk, most még talajon melegítenek. A kerékpároknak az a speciális tulajdonság, hogy nincs rajta ülés például, nagyon kicsi áttétel van rajta, tehát utcai közlekedéssel mondjuk azt, hogy alkalmatlanok. Nem is nagyon lehet elmenni velük hosszú távra. A két fiú, aki pedig triálozik, sárga-fekete sisakban Hegedűs Laci 16-szoros magyar bajnok világranglista 7. helyezett, és Borszéki Viktor, ő pedig nagyon-nagyon régi triálos forma már az országban. Ezt a sportot durván egy ilyen 80-100 fiatal ember űzi az országban, női indulója meg állapotban nincsen. Kevesen űzik, mert hogy nagyon-nagyon pályaigényes sportról beszélünk, tehát ahhoz, hogy ők gyakorolni tudjanak, ahhoz megfelelő elemek szükségesek, amiket itt a háttérben is látunk, azok épített akadályok, illetve direkt bemutató célra gyártott akadályok, amiket vinniük kell magukkal mindenhova. Projektzáró eseményre egy kerékpáros út avatásán vagyunk itt, illetve azért jöttünk, hogy ezt a sportot népszerűsítsük. Nagyon-nagyon sok helyre szoktak menni fellépni a fiatalok, és próbálják népszerűsíteni a saját sportjukat. Az elemek, amik itt találhatóak, nem versenykompatibilisek, ugyanis ők, amikor versenyen mennek, akkor általában természetes akadályokon vagy épített akadályokon szoktak ugrálni. Természetes akadálynak tekintjük a sziklát és a farönköt, ezek az elemek, ezek direkt bemutató célra vannak gyártva, ezek fémvázon, falappal burkolt elemek, amiknek a magassága azért van olyan elem, amilyen 130-140 cm magas is van, és ők ezeken ugrálnak föl, de illetve itt mutatják be, hogy milyen ügyesek, mekkora ugrásokat tudnak végrehajtani. Ezek igazából gyakorló célra szolgáló elemek. A kerékpárokról annyit tudunk még egyébként, hogy alumínium vázú kerékpárok. Az építésük az pedig annyiban különleges, hogy nagyobb a tengelytávja, mint egy normális kerékpárnak. És azért nem található nyereg rajta, ugye, mert hogy vannak olyan pozíciók, amikor egészen be kell, hogy üljenek a vázba a fiatalok, tehát hogy majdnem, hogy a fenekük hozzáér a hátsó kerékhez. Nagyon-nagyon erős fékek vannak rajta, amik jól adagolhatók, hidraulikus fékek vannak rajtuk elől-hátul, amikkel nagyon-nagyon precízen lehet adagolni a fékerőt a kerékpáron, tehát hogy vannak olyan mozdulatok, ahol csúsztatni kell a kereket, és nagyon-nagyon kicsi fék mozdulatokkal kell pozícionálni a bringet, például most, amikor a hátsó kerékre kiáll, ugye akkor a fékkel tartja a kerékpárnak az egyensúlyát. Körülbelül mikor lehet elkezdeni ezt, hogyha valaki kedvet érez rá, és hogy kezdje el? Hát ez a szülőknek nem a jó hír, mi amikor külföldön vagyunk és edzőtáborozunk, ott a legkisebbek azok ilyen 6-8 éves korukban már triáloznak, illetve BMX-eznek, ami a kerékpárnak egy másik stílusa, és ezt ők egyszerre szokták csinálni. A Lacika, ő most már 10. éve szerintem legalább csinálja, vagy inkább régebb óta. Ő nagyon-nagyon rég kezdte, de hát ilyen hihetetlen. Tehát az egyetlen, amiért nem szeretik a fiatalok ezt a sportot választani, mert nagyon-nagyon nehezen jönnek az eredmények. Tehát ahhoz, hogy valaki egy ilyen ugrást meg tudjon csinálni, az ilyen 4-5 év gyakorlás szükséges, ahhoz, hogy eredményesen meg tudja csinálni, tehát sikeresen, és ne törje össze magát. Kiegészítő sportnak ők konditermet és egyéb más sportokat csinálnak. A Lacika úszodába jár, konditerembe is, odafigyel az étkezésére, tehát ugye nagyon-nagyon koncentrál erre a történetre. Nem véletlen, hogy el tudott jutni nemzetközi szinten oda, ahol tart már. Okay. A Grinch című előadással kedveskedett a Ma mint ti színjátszó csoport az általános iskola alsósainak. Hallom, létezett egykor egy titkos akkord, amit Dávid játszott, az úr kedvére volt, s bár téged nem érdekel, elmondom újra. Az ötös követte a négyeset, egy mond, egy dús, már is megszületett, s a király zavarban súgta, halleluja, halleluja, halleluja.
van, mint ami a sapkádra vagy a kezedre esett, ahol havasak a hegyek és lángjuk a lampát, arra fújt meg kifalva, apró hívlapját. Kifalván túltör az égnek, cikászik a hormak, kopak hegynek hívják, pedig inkább süvegforma. Bármelyik ki elmondaná, hogyha kérdenél, kifalvához fogható, nincs karácsony ünnepét. Cifra-cafra minden ablak, a lámpákon díszek, ünnepi ruhában tudják a kifalvi zenéket. A lakdiban vagy szülinak, ott is szól az ének, s valentinkor vidám titkok, gazdákat cserjenek. De mindenki legjobban a karácsonyt várja. A sok kis ki alig várt, hogy karácsony legyen, ilyenkor vannak csak ajándék hegyek. Mindenkinek jó valami finomság és drága, nem is csoda, hogy mindenki ezt az ünnepet várta. Ám van valaki, ki felde szemmel nézi a nyüzsgést, elég kimondani a nevét, és már is a hideg futkos mindenki gerincmentét. Fellakik a közeli kovakhegyen, a barlangjában, és minden ünnep közül legjobban a karácsony utálta. Meg is volt rá minden oka, gyermekként a falu mindenki öncsúk voltak, így aztán valahányszor eljött a karácsony, ő a székével mindent, a bőszék mindolgott és boldott. Ma sem volt egy másik, amíg a faluban ünnepeltek és énekeltek, ő a barlangjában leste a vidám embereket, miközben magában az a dolgot, hogy kilátott még ilyen felesleges dolgot. Júj! Milyen kis cuki, ahogy odalent énekellek! Fúj! Mindjárt felfordul a gyomrom. Álszent népség! Úgy újlálják körül azt a fát, mintha aranyat érne. Pedig csak egy fa. Felaprítva többet ér. Lehet, hogy lemegyek, és fel is aprítom. Jó lesz mellettem melegedve nézni, ahogy ezek a delek sírnak, rínak. Á, mégsem jó. Hogyan cipelnek fel ide? Valami más kell? Az agyamra mennek az állandó éneklésükkel és dalolásukkal. Hagyjátok már abba! Ó, oda nézzenek, hogy pakolgatják azokat az ajándékokat. Művigyölt feltéve, elhitet, hogy azt kapják, amire vártak. Vajon akkor is így vigyolognák? Ha egyszer semmit sem kapnánk? Várjunk csak! Ez az! Elveszem én a kedvüket az állandó dalolástól. Én is örülni akarok. Meglepem magam egy csomó, haszontalan ajándékkal. Végül is, miért nem ilyetném előket? Hiszen gazdátlanul, csak rám vár. Megszületett a Grinch fejében a terv, és most már csak arra vár, hogy leszálljon a test, amikor kifalva minden lakója, kúfokóra tér, révén, hogy leszállt az ég, ő köpönyeget fűzött, és a falukósok. Egy nagy zsák volt a kezében, és minden ajándékot a falon óvatosan belehelyezett. Még mielőtt távozott volna, egy üzenetet dobott. Boldog karácsony, Fajankó! Ez állt a szentély, melyet a fa alatt hagyott, és visszatérve a hegyre konoszul kacagott. Egész éjjel az ördögi terméket kérdezett, és alig várta, hogy mindenki felfedezze, mit tett. Ahogy felkelt a nap és felvidett a reggel, izgatott a meresztett szemét a tére. Nem is kellett csalódnia, a falu lakói hamar rájöttek, mi történt, amíg ők aludtak. Úristen, mi történik a falu? Úristen! Hol vannak? Jaj, hol van az ajándékom? Azt hiszem, én tudom, ki tette. Még egy üzenetet is hagyott nekünk. A Grinch! Azt hittem, hogy sosem jön ki a barlangjából. Hát most megtette, és ellopta az összes ajándékot. Vissza kell szerezni. Ugyan, igen, szerezzük vissza. Csendesedjetek! Az nem megy ilyen egyszerűen. Mégis hívja észre fel a barlangjába, hogy visszakérje, amit ellopott. Van köztünk ilyen bátor? Na látjátok! Majd én megyek! Nem mehetsz, kicsi vagy még ez! Mehetne a polgármester! Igaz, hogy én vagyok a falu feje, de mit ér bármi fej nélkül? Arra gondoltam, hogy megszavazhatnám, melyik ki legyen az, aki a karácsonyért ezt a lépést megteszi. Elvégre mégiscsak ez a legfontosabb ünnepünk, és mint hű állampolgárnak kötelessége lenne bárkinek. Mennék én! De a lábam már egy ideje fáj magán. Nem hinném, hogy meg tudnám tenni az ülőt a hegyre. Nekem a hátam hasogat. Mostanában alig...
Nekem családom van, nem mehetek. Mégis mi lenne velük, hogyha én oda vesznék? Nem is értem, miért az ülünk keresünk. Ide diplomáciai érzékkel. Tehát a polgármester a legjobb döntés. Nem, polgármester. Míg a lakók vitatkoztak és a legbátrabban keresték, kutatták, szintén elindult a Grinch után. Ahogy odaért, határozottan bekopogott, de nyomban megijedt, amikor zöld szörny ajtót nyitott. Nini! Egy ki! Mit akarsz itt? Az ajándékokért jöttem, amit elloptál. Milyen ajándékokért? Ja, azokért, azok az enyémek. Na, tűnj is. Nem megyek el, hogy merre mondod, hogy miért loptad el őket. Mert fájt a fogam, és most mars. Ismerem a történetedet, hogy sokat csúfoltak, amikor még kicsi voltál. De ne hidd, hogy te vagy az egyetlen, akinek nehéz volt az élete. Ismered Jézus? Ő netán egy újabb kilakó? Most költözött ide? Nem! Jézus Isten gyermeke. És egy isztállóban született, és amikor felnőtt, az emberek sokat csúfolták. De ő mégis mindenkit segített, amikor csak tudott. És végül mi lett vele? Nem bántották többet? Keresztre feszítették. Így akarsz meggyőzni? Ezek szerint, ha jól bánok veletek, előbb-utóbb keresztre feszítetek? Nem érted a lényeget? Ő feláldozta magát, megváltásozott az embereknek, de legfőképpen megbocsátotta a bűnüket. Bocsáss meg te is, amit elkövettek ellened. És meglátod, befogadnak maguk közé akik. Tudod mit? Nem győztél meg. Az ajándékok nálam maradnak, te pedig hordd el magad. Nekem kellett volna figyelni rá. Valóban neked kellett volna. Itt vagyok. Szízi! Sajnos nem jártam sikerrel. Mi lesz így a karácsonnyal? Ajándékok nélkül annyira üres az egész. Lássuk csak. Együtt vagyunk, egészségesek vagyunk, szeretjük egymást. Mi kell még a boldogsághoz? Azért én egy dolgot ajándékba is. Ne légy kicsinyes! Karácsony lényege nem az ajándék, hanem a szeretet. Mutassuk meg a Grinchnek, hogy nem tudta elrontani ki fog a legszebb ünnepét. Egyszer csak azt vette észre, hogy ott áll a fától nem messze.
hogy átsorgott a kivilágított fa közelében, őt is megérintette a békesség szele. Hirtelen kezdve lett volna oda menni és jó ízen énekelni. Végül Cindy vette észre és kézen fogva oda vezette. Én csak erre jártam, gondoltam, benézett mi a pálya. Isten hozott, amennyiben végével jöttél. Ha nem, inkább tégy haza, ne zavar meg az ünnepényt. Hoztam egy kevés ajándékot. Gondoltam, ha én ezt is teszek, ami jót, akkor... Ne is mondjad tovább, elvégre a karácsony lényeg a bőrbocsátás. Boldog karácsonyt! 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 Kívánok neked! A színdarabra Nyáriné Nagy Angéla készítette fel a gyerekeket. A 18. gyermek karácsony zárta a téli szünet előtti utolsó iskolai napot. December 18-án, pénteken, karácsonyi kézműves foglalkozások és a Magyar Népmese Színház Bábos Betlehem című előadása várta az alsósokat az általános iskola F épületében. Szurdi Zsuzsannával, Filc Angyalkát, Pék Lászlóval, Asztali díszeket, a Reguli Múzeum munkatársaival, Csuhé Angyalkát, Sodor gyertyát, nemeszfenyőfát készíthettek, valamint kipróbálhatták a gyöngyfűzést és a pókháló szövést is az alsósok. Művelődési ház ügyeskező kollegináival, Sóliszt gyurmából fenyőfát készítettek és festettek, szalagdíszeket, valamint tobozmanó díszt alkottak. Az Ércváros Ifjúsági Fórum fiataljai a tornateremben minyonjátékokkal szórakoztatták a gyerekeket.
Advent harmadik vasárnapján az országos hírű Szilágyi Harang együttes muzsikáját hallgathatták meg az érdeklődők Albertné Balog Márta vezényletével a Ciszterci Bazilikában. A zenekar a Veszprémi Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közösségének keretében működik. Az együttes kezdetben iskolai ünnepségeken adott koncertet, majd Veszprémváros egyházi és világi rendezvényein szerepeltek sikeresen, és eljutottak az országhatáron túlra is, többek között Lengyelországba és Olaszországba. A zenekarnak az adventi hetekben szinte minden nap van feladatuk, nem csak Veszprém vonzáskörzetében, hanem az ország távoli pontjain is. Számos szép eredménnyel büszkélkedhetnek, 2009-ben például a Kaposváron megrendezett egyházi középiskolák országos kamarazenekari találkozóján aranyminősítést nyert el a szakmai zsűritől. Advent harmadik hétvégéjén a zenekar jóvoltából csilingelő harangok hangja töltötte meg a templom ünnepre hangoló atmoszféráját. A rendezvényt az Irci Ciszterci Apátság látogató központja szervezte. A koncert után került sor a város adventi óriás koszorúján, a művelődési ház által szervezett harmadik gyertya meggyújtására. Ünnepi gondolatait ez alkalommal Vecsei Katalin, református lelkész osztotta meg a jelenlévőkkel. Bátorodjék szíved, és várjad az Urat, hangzottak el Vecsei Katalin szavai a Zsoltárok könyvéből. Hangsúlyozta, hogy az adventi időszakot kisböjtnek nevezték, amely napjainkban már nincs a köztudatban. Az ünnepet megelőző időben a felerősödő fogyasztói dömping során nehéz lélekben rátalálni a böjtre jellemző lemondásra, visszamonulásra, elcsendesedésre, befelé fordulásra, bűnbánatra. Fontos, hogy advent idején a lelkünk meg tudjon nyílni azokra a finom, apró rezdülésekre, melyekben Isten szeretete és közelsége mutatkozik meg, mint a karácsonyvárás szoros tartozéka és tartalma. Kiemelte, a várakozásnak igaz lelki mélységgel kell telítődnie, amely közben bátorodhat és erősödhet a szívünk. Krisztusra vár az életünk, hogy teljességében eljöjjön hozzánk, és ne csak önmagunkhoz, hanem egymáshoz is megmutassa az utat. Hallottuk, legyünk egy kicsit csendben, födje mély csend a szíveket, mert a sötét, elgyötört földre karácsony közeleg. A lelkész asszony gondolatai előtt a hittanos gyerekek kedveskedtek karácsonyi versekkel a megjelenteknek. Észrevétlenül melléd lépnek egyenként lábújhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe. A hangulatos gyertyagyújtás alkalmát Árpásiné Petus Mónika színesítette énekével. Nem fogadta semmi pompa, befektették a jászolyba, befektették a jászolyba. Pitti Katalin, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes művész, Magasztalunk mindörökké című adventi koncertjére várták az érdeklődőket december 13-án este a polgármesteri hivatal dísztermébe. A program az Irci Református Missziói Egyházközség szervezésében Vecsei Katalin református lelkész koordinálásával valósult meg. Pitti Katalint zongorajátékával Hegedűs Valér kísérte. Pitti Katalin örömét fejezte ki, hogy az írciek nagy érdeklődéssel várták az advent harmadik hétvégéjén megrendezésre került koncertet. A művésznő szerint ahhoz, hogy Isten fiának születését, annak misztériumát méltóképpen ünnepelhessük, lelkileg meg kell tisztulnunk, önvizsgálatot kell tartanunk, és áldozattétel útján a lélek parancsára újjá kell születnünk, hogy megőrizzük lényegünk magvát. Ez volt nem csak Pitti Katalin szavainak, de a közelgő szenteste jegyében felragyogó zene és dallamok magasztos hangjainak is az üzenete, amelyek körülölelték advent estéjét, karácsony közelettével, a lélek otthonát feldíszítve. A rendezvény az Ircvárosi Önkormányzat civil támogatási alap által jött létre.
karácsonyi ringató foglalkozást tartott Motl Júlia a művelődési házban. Vágom, vágom, szúrom, szúrom, kerekelem. A ringató az egy országos zenei nevelési program, és ez egy művészeti zenei nevelés. Elsősorban a szülőknek szól, és az ő kisgyermekeiknek 3 éves kor alatt. Alapítója Gálné Gró Ilona, ő ezt olyan körülbelül 24 évvel ezelőtt álmodta meg, és 10 éve már működő csoportok vannak. Mai napra már kinőtte az ország határát is ez a foglalkozás, mert hogy eljutott a tengeren túlra, Kárpátalján, Felvidéken, Délvidéken, Svájcban, Németországban, Ausztriában, nagyon sok helyen van ringató, és hát igazából ugye az anyukákon keresztül a kisgyerekekhez próbáljuk eljuttatni, a ringató foglalkozásokon a gyerekeket körülvesztük zenei ingerekkel, és ezeken keresztül próbáljuk hozzájuk eljuttatni a művészeteket, és nyitni őket a művészetek felé. És hogyan tudja ez segíteni a fejlődésüket? Hát a fejlődésüket nagyon sokféleképpen, hiszen ugye alapvetően a lényege az, hogy az anya és a gyerek közös játékáról van szó. A kisgyerekeknek a legfontosabb az anyukájuk. Az ének szó az pedig csak nyit és boldogabbá teszi az embereket, meg hát ugye a gyerekeket. A beszédfejlődés, a mozgásfejlődés, és még sorolhatnám, hogy mi mindenre hat ki, de alapvetően az anyukák azok, akik a célközönség, akiket ezzel szeretnénk egy kicsit megfogni, és megmutatni nekik azokat a lehetőségeket, amiket így a zenén keresztül tudunk nekik adni. Te magad hogyan kerültél kapcsolatba a ringatóval? Mikor? Hogyan lettél ringató foglalkozás vezető? Én a kisfiam születése után fél évvel voltam először életemben ringató foglalkozáson, a Művészetek Palotájában Gálné Gró Ilonánál, aki az alapító, és nekem nagyon megtetszett, és elkezdtünk járni ide-oda, mert hogy én ugye Budapesten élek, és számos foglalkozásvezető foglalkozását meglátogattuk, és együtt jártunk anya és gyerek minőségben, mikor egyszer csak úgy döntöttem, hát, hogy van tanfolyam, megpróbálom, jelentkezem, és aztán a meghallgatáson megfeleltem, elvégeztem a tanfolyamot, és most már több mint egy éve tartok itt Zircen és a Bakonyban foglalkozásokat. Milyen alapok kellenek ehhez, hogy valaki egyáltalán ringató foglalkozás vezető legyen, mert gondolom nem egy hétköznapi ember idézőjelben nem sétálhat be egy ilyen. Tehát, hogy kell valami művészi érzék, esetleg valami olyan foglalkozás, amin keresztül ezt ki lehet bontani. Alapvetően ugye kodály elvekre alapul a ringató foglalkozás, és a kodály is azt hangoztatta, hogy az élő ének szó a legfontosabb. Tehát alapvetően a foglalkozásvezetőknek szép énekhanggal kell rendelkezniük. Ami még fontos, hogy valamilyen hangszeren játszanak, valamilyen hangszertudást is tudjanak felmutatni. Ez nekem szorosan kapcsolódik ugye Zirchez, mert hogy én Zircen születtem, itt nőttem fel, itt jártam zeneiskolába, itt tanultam hegedülni. A furulya is ugye előképzőhöz kötelező hangszer volt, de aztán igazából egészen végigkísérte az életemet a korusban éneklés. Aztán még főiskola alatt visszajöttem ide Zircre, és 3,5 évig magánének szakon tanultam, úgyhogy még képeztem a hangomat is. A hegedű az, amivel most újrakezdő vagyok, úgy egy éve, mert hogy 21 évig az úgy kimaradt az életemből, de a ringatónak szerencsére köszönhetem azt, hogy visszajött, és újra használom, és másokat is igyekszem boldoggá tenni vele. Hát ugye most már egy éve tartok Zircen minden szerdán. Most ebben az évben úgy indult el, hogy minden hónap második, harmadik és negyedik szerdáján voltak foglalkozások, és egy kicsit bővültem itt a Bakonyban, mert hogy Bakony-Szent Lászlón és Bakony-Bélben is tartok foglalkozásokat, és egy kicsit bővíteném még azzal a jövőben tavasztól, hogy óvodáskorú gyerekeknek szeretnék majd foglalkozásokat indítani. Szintén itt Zircen elsősorban, és Budapesten lesz annak a bázisa.
December 19-én szombaton 18 órától a Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület növendékei adnak énekes-táncos karácsonyi gálaműsort a Reguliantal Szakképzőiskola tornacsarnokában. Jöjj, áldott nép, zengd nagy hírét, a jászolban fekszik, kit küld az ég mottóval ad karácsonyi koncertet az Érci Városi Vegyes Kórus december 20-án vasárnap 16 órától a Bazilikában. A koncerten belépőjegy nincs, önkéntes adományaikat a kórus jövő évi programjainak megvalósítására fordítja. Felhívjuk nézőink figyelmét intézményünk ünnepi nyitvatartására. A két ünnep között zárva tart a Művelődési Ház és a Városi Könyvtár is. Január 4-én várja a látogatókat a két intézmény. Érdemes tájékozódni a város múzeumainak ünnepek alatt érvényes nyitvatartási rendjéről is, a tervezett látogatások előtt. Karácsonyt ünnepeltek az idősek klubjában. A hangulatos délutánt az általános iskola 5. és 6. osztályos diákjainak műsora színesítette. Mondunk, hogy soha ki ne aludjon bennünk a remés, ha legyünk eszköz a kezedben, amely segít megőrizni gyermekeink szívében a hit, remény, szeretet és béke lángját. A Segítőkezek háza fiataljai karácsonyi műsorral örvendeztették meg szüleiket a Művelődési Házban. Orvad az első hó,
csupa sár minden, a szánkó még a padláson piheng. A téren reggeltől karácsony fár, és minden ága csillogó díszre vár. Az ablakon este gyertyák égnek, és az emberek szemében titkos fények. Szájukon mosoly, kezükbe csomagok, emlékeik közt régi karácsonyok. A faluban száncsengő hangja száldos, és megszaporodtak a mikulások. A gyerekek is most kicsit jobban, aranyos furcsa levelet írnak. Karácsony jön, bekopog csendesen, varázsától megváltozik minden hirtelen. Olvashat az első hó, lehet minden csupa sár, szeretet most már a szívekben jár. Ott van mindenütt, de nincs ott a kezedben. Isten ott van mindenütt, de nincs ott a szemedben. Simítását mégis érzem, pillantását mégis őrzöm, hordozol a szívedben. Karácsony legyen ünnep, mindig nagyon várom Advent ideje, ha eljön. Naponként szemlálom, hányad ki ahhoz, hogy végre eljöjjön. Felvirágyunk, fent karácsony drága ünnepére. A tej lesz a ajándéka, szent karácsony ünnep napja. Béke ül a havastájon, lámpák égnek minden házon, ablakok a gyertyakelő, a lent, kívül, belül, minden kész, mindenki is, és a boldog köszöntés. Tisztítem a perc alatt te, tisztalat hazad te. Az őt fenyő, apró kis gyertelen, mégis melegető kivel szóval. A színes gömbökön megtöri, minden érzés ünnepölbe öltödi. Van fokkod, küld el a pinyamnak, karácsonynak, én személyek ölötte kívülszorban. Karácsony van, éred jól magad! Karácsony van. Thank you.
Segíts nekem, hogy még jobban ismerhessem magam. Segíts, hogy a testvéremnek jó testvére legyek. Szeretetem tőled kapjam, és ott szeressenek. Segíts, hogy a szüleimnek jó gyermeke legyek. Megértessem a világot és az embereket. Amit magadnak szeretnél, tedd meg mással, úgy szeressél. Amit is falunkban, egy kis fehér házra leszáll a karácsony simogató szárnya. Harang csendül, ének szendül, össze zsong a hála ének. Az én kedves kis falunkban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falunkban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomban hosszú sorba indulnak el ifjak vének, az én kedves kis falunkban hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt lent nagy Isten, szent kegyelme sugna szállna, az én kedves kis falunkban minden szívben csak szeretett lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna úgy, mint régen fohászkodni, de jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözölni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. És a gyarló ember lenne újra, talizmánya lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egyelő hadna át a nagy mindenséget. Ne volna más vallás, ne volna csak ennyi, imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Ragyogó karácsony, nincs nálad áldottabb ünnep a világon.
míg örömmel gyúl ki zöld fenyőit árnyán, ringatózik lelkünk boldog béke szárnyán. Földerül az arcunk, mely imént borongott, elfeledünk bóval minden földi gondot. Vidámság mosolya csillog a szemünkbe, nevető angyalok szállnak a szívünkbe. Ma minden kicsi ház a Jézuska háza, szíve örömének ünnöklött a nyára. Sehol szomorúság, ránk hulló árnyéka, itt is, ott is csak fény, angyalok játéka. Kedves tiszta ünnep, nincs nálad áldottabb ünnep a világon. Te vagy az az egy nap a küzdelmes évben, mikor csak szeretünk a fenyők tövében. Mintha az a sok fa egyetlen fa volna, s az egész virágot betakarná lombja. Mintha az a sok szív mindegy nagy szív volna, egymásra dobog, nem hajolva, mind együtt dobognak. Az én szívemben nincs nyugalom, ki mondja meg nekem, hogy élek, s mit tegyek, karácsony ünnepén boldog legyek. Ki mondja meg nekem, hogy élek, s mit tegyek, karácsony ünnepén boldog legyek. Kedves nézőink! Az Érci Zeneiskola zenetanárai adtak karácsonyi koncertet a Bazilikában. Ezzel a felvétellel zárjuk műsorunkat. Thank you.
Kedves nézőink! Adásunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket és kellemes hétvégét, áldott karácsonyi ünnepeket kívánok. Viszontlátásra jövő hét pénteken!